A meghosszabbított határidő alapján még egy hétig, január 24-éig lehet elküldeni a javaslatokat az atilla.bálint@kukacvárosháza.ro e-mail címre, vagy a képernyőn látható telefonszámot hívva lehet elmondani. A székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal idén harmadik alkalommal rendezi meg a gálát, ahol többek közt a város legjobb országos, valamint nemzetközi versenyeken dobogós helyezést elért ifjúsági és felnőtt csapatait, egyéni sportolóit, valamint szabadidős sportrendezvények szervezőit fogják díjazni. Elismerésben részesülnek azok az edzők, sportvezetők, akik 2012-ben munkájukkal és szakértelmükkel hozzájárultak székelyudvarhely sport életének fejlődéséhez. Ugyanakkor azok a sportemberek, akik életük során határokon is átívelve a székelyanyaváros hírnevét növelték. Idéntől díjazzák az év legnépszerűbb, legaktívabb testnevelő tanárát is. Eddig mintegy 50 jelölés érkezett különböző kategóriákban, viszont azokra, akik már nem sportolnak aktívan, eddig egyetlen indoklás sem érkezett. Január elején kiközöltük sajtóan mindenhol, hogy várjuk a jelöléseket a harmadik székelyudvarhelyi sportgálára. Jó néhány jelölés, szám szerint több mint 50 jelölés érkezett, ami hiányos úgymond az elmúlt évek, az elmúlt évtizedek sportolói. Erre várjuk a jelöléseket meghosszabbított határidővel január 24-éig. Az előírások szerint a javaslat tételkor fel kell tüntetni a sportoló vagy csapat nevét, a sportágat, valamint az egyesület és a klub nevét, címét, amelynek színeiben a versenyeken részt vett. Tavaly 40 személyt, csapatot, valamint a média munkatársait is jutalmazták, köztük a Digitál 3 televízió Sportbarát című műsorát is méltatták.